kiemelt sportág lett a karate kettős okból, egyrészt szállítják az eredményeket, másrészt felkerültek az olimpiai programra is Tokióban. Az MTK sportolójával beszélgetünk a kilátásokról. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gábor, mit jelent a te életedben ez, hogy kiemelt sportág lett? Azaz, ugye nagyságrendekkel nő a támogatás. A te lehetőségeit hogyan változnak ettől? Igen, hát szerencsére 2015 óta vagyunk már az MTK szakosztályában, mint karate sportág és eddig nagyon cseki esélyünk voltak ilyen külföldi versenyekre és mint például most Dubajba kikerülni. De mivel most már kiemel sportág lettünk, ezért nem csak a szakosztály, hanem most már a szövetség is kellőképpen tud minket támogatni. Eddig is támogatott, de most már sokkal jobban tud. Tehát ez azt jelenti, hogy a, az akár a támogatásaid, akár ugye az utazások, az edzőtáborozások, meg a versenyezési lehetőségek is nagy mértékben növekedhetnek. Pontosan, illetve, illetve megkapjuk a egyaránt az egyén, illetve a csapat szponzorokat is, egyaránt a, a, csapatok is, meg az egyesületek is. És ez mondjuk, hogyha a Premier League állomás helyekre fordítjuk, meg ezekre a számotokra fontos, meg majd ugye a kvalifikációban is fontos pontszerző versenyekre, akkor ez azt jelenti, hogy innentől kezdve megengedheted magadnak, hogy ahova csak akarsz, oda elmennie? Hát mivel az olimpiai kvalifikáció az első 50 emberre érvényes, azok mennek ezekre a Premier League versenyekre, ezért mondhatnám úgy is, hogy muszáj, kell is, hogy elmenjünk ezekre, mert ezekért kapunk pontokat, amivel el fog kezdődni majd a kvalifikáció nyáron az Istanbul open az első Premier League uh -huh. versennyel. Mi ott egyébként eszedbe először, amikor megtudtad, hogy igen, sikerült, ott lesz Tokióban a az olimpiai programon, na végre? pontosan emlékszem, hogy augusztus másodikán mondták, ki, mondták ki, és nagyon örültem és büszke voltam, hogy az én sportágam is most már hivatalosan és olimpiai sportág, és mindent minden meg fogunk tenni az edzőmmel azért, hogy kiúthassunk erre, és hogy magyar színekben versenyezhessünk. Hát ez mondjuk a te karrieredet és lehetőségeidet is nagy mértékben megváltoztatta és előre lendít, igaz? Pontosan, eddig a, eddig a, célom a világjátékok, most már az olimpia. Ráadásul, ugye Tokió után Párizsban lesz az olimpia, és hát a, egy szintén a francia egy karate nemzet, ugye arra lehet számítani, te is arra számítasz, hogy nem csak egyszeri alkalom lesz ez a karate az olimpián, igaz? Hát igen, mondhatnám azt is, hogy hasonlóképpen támogatják Franciaországban a karatét, mint, itthon, vagy akárhol máshol a látványsportágokat, mert nagyon szeretik. Úgyhogy nagyon bizakodóak vagyunk abban, hogy ugyanígy be fogják választani a karatétos a sport, a olimpiai sportok közé akkor ez számodra minimum két olimpia perspektíváját jelenti a korodban, és a korodból adód van, igaz? Pontosan, de lehet akár három is. Igen, igen, hát mindent, amit mondjuk még szegény Eskovás Ádámnak nem sikerült, ha már igen. MTK, igaz? Igen, de ő szerencsére kimaximalizált mindent. Igen, ebben a sportlálban, úgyhogy. Egyéb -egy versenyeken, igen. Van. Maradjunk még Tokiónál, a szövetség főtitkára itt volt a napokban, és téged említett, hogy a néhány magyar versenyző egyikeként, akinek ott lenne a helye, és ott lehet. Ez a tét és ez a súly, ez nyomaszt nyom is téged? Nagyon sokat várnak tőled. Mondhatnám azt is, hogy kicsit nyomasztanak, de nem nyomozt, mivel nekem ez az életem, ezzel, úgymond ezzel születtem, és ezzel is szeretnék meghalni, úgyhogy nekem, úgymond ez, ez a munkám. Én ezért egyáltalán nem izgulok, mert megteszek érte mindent, és ha megteszek, akkor mindenki büszke lesz rám. Ha jól értem, akkor ez neked úgy munkát, hogy nem akarsz soha nyugdíjba menni, valamilyen módon ezzel akarsz foglalkozni? Pontosan, először be, a, a versenypályafutáson, majd később az edzői pályán. Te, hát, te már tudod, hogy akkor is ott akarsz akarat maradni. Mi az, amit pontosan tudtok már erről a bizonyos kvalifikációról, és egyáltalán az olimpia karate versenyeiről, létszámról, súlycsoportokról, azt tudjuk, hogy 4-4 versenyszám lesz férfiaknál és nőknél? 3 ez pontosan, a kategóriák összevonták 3 ez pontosan, a férfiakban a mínusz 77, mínusz 75, plusz 75, a nőknél pedig, a, a jól tudom pontosan, akkor a mínusz 61, mínusz 68 és plusz 68. Ezekről azt kell tudni, hogy minden kategóriában összesen 10 ember jut ki különböző kontinensekről és a peremélyen verseny, illetve az EBVB mondhatnám azt, hogy nem az elbő, hanem a kontinens bajnokságok, illetve a világbajnokságok fognak számítani. Ezeken mindösszesen az első 50 versenyző vett részt, illetve külön lesznek majd a szíria versenyek is, ami például most Spanyolországban volt egy héttel ezelőtt, azon viszont bárki részt aki tud még nevezés határideig nevezni. És összesen ezek lesznek a kvalifikációs versenyek, és ezek összességében, ez mind júniustól fog elkezdődni majd a, az első Premier league -el, ami Törökországban lesz ez is azon sportal közé tartozik, úgy tűnik, ahol szinte nehezebb kijutni, mint ott jó eredményt elérni, nem? Pontosan igen, mivel hogyha már vagyunk, hát nem, nem, ez már nem a szerencsém múlik, ott már nagyon kis dolgokon múlik minden, szóval akár ha egy meccset is tudunk nyerni, akkor már biztos helyezések vagyunk, akár az elsőbe vagy akár a dobogós helyezésig eljutunk. De viszont igen, ne, kijutni sokkal-sokkal nehezebb. Hány magyar lesz ott szerinted? Én nagyon bizakodó vagyok abban, hogy a mínusz 60 kategóriába, tehát Iszi ki, ki tud majd jutni, illetve én is nagyon szeretnék kijutni, de mindenféleképpen a feltörekvő új generáció, az mostani 21-esekből is van egy-két nagyobb tehetség, akár mondhatnám Tomás Ferinádot is, akik, akik, tényleg azért küzdenek, hogy akár, akár most, vagy akár a 2021-es olimpián is kiuthassanak. Említett Tadisi Marcial harmadik, te második lettél most Dubajban ezen a K1 Premier League állomáson. Hát ötszörös világban kikapni, nem szégyen? Egyáltalán nem szégyen, már összesen kétszer küzdöttem ellene, ugyanilyen szoros helyzetekben, és büszke vagyok arra, hogy ő volt az a ikonikus alak a minusz 70 kategóriába, amit té, aki, aki tényleg meghatároz mindent, és vele a döntőben küzdhettem, viszont ugyanilyen nagy világ hírű nevű embereket vertem meg az előtte lévő elimination küzdelmekben. Milyennek az ezüstnek az értéke most? Egyrészt ugye a mezőny erős volt, ahogy ezt említetted, másrészt ugye az előtte álló feladatokat nézzük. Ezeken a nagy kiemelt versenyeken a az dobogó a fontosabb, egy kiegyen, az aranynyaka fontosak, vagy egy kiegyensúlyozott jó pontszám és jó helyezés mindenhol? Melyik a stratégiai a fontos neked? Hát, ahogy, ahogy, mondtam is, hogy ezen a Premier igen a világ legjobb 50 indulhat csak, mivel csak azok kvalifikálhatnak, szóval az első 50 volt ott. Én a tizedik helyen állok, és nekem ez egy gyönyörű teljesítmény, hogy a második lehettem a világ legjobb 50-ében, akik most itt küzdöttek Dubajban. De viszont én azt mondanám, hogy a kvalifikáció szempontjából az a legjobb, hogyha minél több pontot szerzünk, de mivel még nincsen kvalifikáció, és még csak a helyeket szerezzük meg a kvalifikáláshoz, hogy honnan kezdjük el a kvalifikálást, ezért mi csak most a maximális formára szeretnénk hangulódni, hogy mindegyes versenyen azt adjuk ki magunkból, amit csak tudunk. Hova helyezed most magadat, ha ezt az egész világ a legjobbakat nézed ebben a kategóriában a 75 kilós mezőnyben? Hát mondhatnám, azt nem, nem tudom ezt így elmondani, mert itt tényleg akik az első ötvenben itt elindulnak ezek a Premier League versenyeken, azok, azok már mind világklasszisak. Itt már mindenki tud ütni, mindenki tud rúgni, mindenkinek vannak meg jó megfelelő taktikái, szóval itt akár a a felkelésen, az, hogy bal vagy jobbra kerek fel a csillagok összeállásából. Itt nagyon sok minden, a sorslás, nagyon sok, nagyon sok mindentől függ az, hogy ki hogy teljesít, de nagyon szeretnék minél jobban akár az Agajev nevében majd futni majd később, vagy akár az utódjaként előre de mindenféleképpen azt, teret, azt mondhatnám, hogy mi az első időben nem vagyok, ezért számolnak velem. U21-es világverseny aranyak és a tavalyi felnőtt EB bronz után mi a cél idén az újvidéki Európa bajnokságon, illetve a madridi világbajnokságon? Szeretnénk meg kettős keresztben szeretnék megvédeni a címünket, szóval én minimum egy bronzéremben meggondolkozok, ugyanígy a felnőtt Európa bajnokságon, illetve most már a világbajnokságon, a felnőtt is szeretném magam bemutatni, mint a legújabb 75-ös magyar versenyző, illetve minél több Premier League, illetve K1-es versenyen szeretnék részt venni, illetve érmet szerezni és a közeli célokban pedig benne van a 19-es Európa játékok és a 2020-as olimpia. Hát igen. A végére értünk még annyit, hogy ha a versenyzői profilodon, a tudásodon, a technikádon valamit változtathatnál, javíthatnál, és az olimpiára gondolsz, mi lenne a kulcs, amit mondaná? Teljes akarat. <laughs> amit így tudok erre mondani, hogy mindenféleképpen csak előre nézek, hogy csak arra koncentrálok. És Akkor a koncentráció. Pontosan. Gábor, így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.